Sziasztok, üdvözlök mindannyiótokat ismét. Egy kis szünet után újra elkezdem a videók kreálását. Arra gondoltam, hogy bemelegítésképpen ezt a videót szeretném nektek elkészíteni, hiszen mostanában nekem elég sok hiba előjön a PMDG-vel kapcsolatban. Ezzel nem azt mondom, hogy a PMDG rossz, hiszen ez az egyik legjobb gép, amit a Flight Simulatorban kapni lehet, de ezekre a hibákra egyszerűen nem tudok megoldást találni. Vagyis hát megoldás az lenne rá, csak a hiba miértjét nem értem, hiszen nálam ki vannak kapcsolva a hiba lehetőségek, de mégis olykor felugrik egy-egy hiba. Tehát ma a PMDG FMC menüjében a hiba meghibásodási lehetőségek menüt fogjuk átértelmezni, megbeszélni. Ez egy tulajdonképpen egy egyszerű kis együttgondolkodós videó lesz. Ebből a videóból megtudjátok majd, hogy melyik menüpont mit csinál, és milyen hibákat hoz elő. A legvégén pedig segédletet kaptok arra, hogy ezeket a hibákat, ami úgy néz ki, hogy kikapcsolt hiba lehetőségeknél is előfordul, tehát ezeket a hibákat el tudjátok hárítani, akár a levegőben is. Mint mondtam, többek között nekem is elég sok hibám volt mostanában. Kezdődött azt hiszem egy hidraulika meghibásodással, azt a földön sikerült észrevenni, elfolyt a hidraulika folyadék teljesen. Aztán utána kezdődött, vagyis hát folytatódott egy hajtómű olaj mennyiség csökkenéssel. Azt hiszem, hogy itt látjátok a hajtómű olaj mennyiséget, 93-99%. Ez nekem azt hiszem lement 20-ra, vagy 14-re, tehát nagyon-nagyon minimális volt. Ezt még hajtómű indítás előtt a földön sikerült észrevenni. De most legutóbb volt egy olyan érdekes hibám, ami a levegőben jött elő, hogy nyomás csökkenés lépett fel a kabinban, és az egyik utas, nem tudom miért csak az egyik, de csak az egyik utas maszkja ledobódott a helyéről. Ki is írta nekem az FMC, hogy mi történik. Próbáltam rá megoldást találni. Nem volt a kezemben semmiféle olyan referencia, dokumentum, amivel ezt a hibát korrekten el tudtam volna hárítani. Ezért elkezdtem keresgélni, átnéztem a checklistet, hogy mindent jól csináltam, mert semmi baj nem volt, tényleg mindent jól csináltam. Aztán a végén már ott tartottam, hogy a Google-on elkezdtem keresgélni, de nagy nehezen, azt hiszem egy 20 perc, 25 perc után abba maradt a hiba. Nem tudom, mit csináltam, megmondom őszintén, de hangjelzés is volt, master caution jelzés is volt, szóval elég idegesítő volt 25 percen keresztül azt hallani. Na mindegy, a videó lényege az, hogy ennek a videónak a végeztével kaptok majd egy olyan segítséget, amivel el tudjátok hárítani akár repülés közben ezeket a hibákat. Lesz egy ilyen segédlet, de először nézzük is meg ezt a menüpontot, hogy mi mit állít, és mi milyen hibát hoz elő. A hiba menüpontokról találtok egy manuált a PMDG mappájában, mégpedig ha bementek a Community folderbe, de ide be is linkelem az elérési útvonalat, tehát itt találjátok azt a dokumentumot, aminek a neve Introduction, a hiba lehetőségek menüpontban a PMDG Setup, Aircraft és Failures menü alatt tudtok hozzájutni. Itt látjátok, hogyha esetleg aktív hibátok van, hogyha jelenleg valamilyen rendszer meg lenne hibásodva, akkor azt itt mutatja, hogy van egy aktív hiba. Tehát a meghibásodásoknak három fő csoportját adta meg a PMDG. Nézzük az elsőt. Az első a random, vagy a véletlenszerű meghibásodás. Itt lehet beállítani azt, hogy a véletlenszerű meghibásodás be legyen kapcsolva, vagy ki legyen kapcsolva. Amikor ezt változtatjátok, tehát hogy be legyen kapcsolva, ne felejtsétek el az execute gombot lenyomni, hiszen anélkül, ha visszaugrottok a másik oldalra, vagyis a másik oldalra, ez vissza fog állni no-ra. Figyeljetek, csak látod, no, nem nyomom meg. Visszajövök, és látjátok, hogy ISN van, tehát
mindenképpen nyomjátok meg az execute gombot. Most. Tehát, ha beállítjátok yes-re a véletlenszerű meghibásodást, akkor meg tudjátok utána határozni, hány fajta meghibásodást hozzon elő 10 óra alatt. Tehát, ha ideírtok egy kettest, és leokézzátok, akkor kettőfajta meghibásodás fog feljönni a 10 óra intervallum alatt. Tehát itt két rendszer meghibásodást állítottunk be, hogy 10 óra alatt legyen két rendszer meghibásodás, de limitálhatod ezeket a rendszer meghibásodásokat is, hogy mondjuk kettőnél többször ne történjen meg 10 óra alatt, vagy ne történjen meg egynél többször 10 óra alatt. Tehát ez a limitáló része, tehát ezt a két meghibásodást, ezt a kettő véletlenszerű meghibásodást 10 óra alatt elő fogja hozni, és limitálod egyre, hogy 10 óra alatt ez a meghibásodás, ez a kettő meghibásodás egyszer forduljon elő. Tehát lényegében ennek a random meghibásodásoknak ennyi a lényege. Ezt most nullára is teszem, így, és leokézom. Tehát ezt próbálgathatjátok, ha gondoljátok, akit ez érdekel. Véletlenszerű meghibásodásokat bekapcsolni, beállítani, hogy 10 óra alatt hány rendszer hibásodjon meg, és limitálni, hogy az a rendszer 10 óra alatt egyszer, kétszer, háromszor, vagy ötször hibásodjon meg. Tehát a random failures-nek ez a definíciója, tehát ezt így kell használni. Ami nagyon érdekes számomra, az az, hogy ha a service-based failures-ök no-ra vannak állítva, akkor ennek ilyen szürkének kéne lennie, mint a programozott hibáknak, tehát ilyen szürkének kéne lennie, és nem az. Szóval szerintem én ezért kapok mindig hibákat, tehát nem mindig, de azért akad egy-kettő. Mert látjátok, itt is no-ra van állítva, de a random failures felírás, vagyis felirat, az világosan van feltüntetve. De ugyanúgy világosan van feltüntetve, hogyha yes-re nyomok is, de viszont ott bejön ez az events per 10 hours. Ez nullára van, az meg nullára van állítva. Aha! Akkor szerintem kezdem érteni. Bár a manuál nem így írja. A manuál úgy írja, hogy ha ezt no-ra van állítva, akkor nincsenek hibák. De hát nekem mégis van. Mi van akkor, hogyha yes-re állítom, az events per 10 hours, tehát mennyi meghibásodás keletkezzen 10 óra alatt. Mi van, ha azt nullára állítom? Akkor valószínűleg nem lesznek meghibásodások? Nagyon érdekes. Ezt ki kell próbálni, ez egy hosszabb tesztelés eredménye lesz. Érdekes, mindegy, így hagyom. Mert hát logikus, ahogy nézitek, nem? Véletlenszerű meghibásodások? Igen. Hány meghibásodás jelentkezzen 10 óra alatt? Nulla. Tehát ennyit a véletlenszerű meghibásodásokról. Még egyszer a lényeg, ha ez be van kapcsolva, itt tudjátok beállítani, hogy hány meghibásodás jelentkezzen 10 óra alatt, és itt tudjátok beállítani, ha ez yes-re van állítva, akkor itt tudjátok azt beállítani, hogy az a meghibásodás hányszor jelentkezzen 10 órán belül. Mondom, hogyha ezt a számot kettesre állítjátok, akkor két rendszerhiba lesz, két különböző rendszerhiba lesz, tehát mondjuk egy magasságmérő, meg kiég az egyik visszajelző lámpa. Tehát akkor két fajta rendszer meghibásodás lesz, és azokat lelimitálhatod, hogy azok hányszor jelenjenek meg 10 óra alatt. Tehát ez a véletlenszerű meghibásodás. A következő meghibásodási forma a service-based failures, tehát ez lényegében annyit jelent, hogy
használatban, hogy is mondják ezt? Használat következtében bekövetkezett hibák. Tehát a PMDG adatokat gyűjtött minden egyes rendszerről, és konkrétan szerviz adatokat gyűjtött, és megnézte, hogy minden egyes rendszer átlagosan mennyit szokott bírni, mielőtt meghibásodik. Tehát ez a service-based failure, ez az, hogy minden egyes rendszer mennyit bír, mielőtt meghibásodik. Van még a harmadik meghibásodási forma, azt itt érítek el, tehát most mi az All System-be voltunk, visszaléptek, és itt van, hogy APU, Automatic Flight, Doors, Engine, Electrical, Engine, Fire Protection, és így tovább. Tehát a programozott hibáknál, ha itt most ki PC-zünk magunknak egyet, mondjuk legyen az Engine, akkor lehet véletlenszerű hibára tenni, itt is, ahogy látjátok, de igen, de lehet programozott hibára tenni. Nézzétek csak, az engine-en belül mennyi hiba lehetőség van. Tehát oil temperature. Nézzük, rámegyünk az oil temperature-re. Aktiváljuk most az oil temperature meghibásodást, tehát hogy magas legyen, vagy eltérjen. Ha igen, akkor ez jelen esetben már hibás is, tehát már meg van hibásodva, úgy kezdődik. De ha időzíteni szeretnénk a hibát, akkor csak yes-re állítjuk, tehát nem aktiváljuk, hanem itt időzítőre állítjuk, és megadunk neki egy időpontot, mondjuk 1 óra, 0 perc, 0 másodperc kor, tehát felszállás után, vagy hajtóműindítás után 1 órával fog nekünk a hajtómű meghibásodni. Tehát az a jó ebben, hogy lehet azonnali hibára tenni, tehát ez már azonnali hiba, vagy pedig időzíteni, és időt beállítani neki. Tehát így van ez minden rendszernél, ha megnézitek Fire, lehet véletlenszerű letenni. Engine on Fire. Most lehet egyből, tűz legyen a hajtóműben, ugye most minden rendszer ki van kapcsolva. Vagy időzíteni, és 1 óra, 2 perc múlva hajtómű tüzet létrehozni. Na de ezeket állítsuk nullára inkább, nehogy valami gond legyen ezzel. Tehát így működnek ezek a hibák. Tehát lehet egyből hibára tenni és időzíteni. És itt van mindenféle... Hol jártunk? Itt jártunk. Tehát itt van mindenféle hiba lehetőség. Cargo smoke, WC smoke, tehát a mellékhelyiségnek a smoke detektora. Nagyon jó. Tehát ez a programozott hibák, ezek a programozott hibák. Jó, és most beszéljünk egy kicsit a maintenance, vagyis a karbantartási funkcióról. A CRL aktív. Itt az van, hogy amikor egy meghibásodás bekövetkezett, akkor ezzel a gombbal tudod az aktív meghibásodást resetelni, tehát eltüntetni. A CRL all az nem csak az aktív meghibásodásokat reseteli, tehát ami jelenleg már meghibásodott, hanem azokat is, amit egy későbbi időpontra állítottál be, amit egy későbbi időpontra beidőzítettél, azzal a módszerrel, ahogy az előbb mutattam. Tehát ez csak az aktívat, CRL aktív, ez csak az aktívat törli, de ez törli az időzített meghibásodásokat is.
Mivel a véletlenszerű meghibásodásoknál a repülési idő az mérve van, és eszerint mennek tönkre az alkatrészek, itt van az, hogy next service in 248 hours. Tehát a következő szerviz 248 óra múlva esedékes. Tehát itt szervizelni is lehet a gépet. Azt még el szeretném mondani, hogy ez a next service felirat, ez csak egy felirat, szóval ez információ jellegű. Ez a service all, ez leszervizeli a repülőnket, és vannak, tudjátok, ezek a service-based meghibásodások, tehát, hogy is mondják ezt magyarul, működésből adódó meghibásodások. Tehát szerintem ez úgy van kitalálva, hogyha ezt leszervizelitek, újra 250 óra van a next, a következő szervizig, akkor szerintem kisebb az esélye annak, hogy valami is elromlik a gépen. Én erre következtetek ebből. Tehát szervizelni is lehet a gépet. Tehát, mint már mondtam, hogyha rámegyünk egy specifikus rendszerre, mondjuk minket az elektromos rendszer érdekel, rámegyünk az elektromos rendszerre, és rámegyünk a programdra, akkor az elektromos rendszernek az összes olyan hibáját kiírja itt, ami le van modellezve, hogy meghibásodhat. Látjátok? Azért elég sok van. AC main bus van, fail. DC bus. Tehát rengeteg elektromos rendszer meghibásodást tud a PMDG generálni. És ha visszalépünk, tehát akkor itt tudunk beállítani. Generator van, tehát egyes generátor meghibásodás. Meghibásodik most, tehát aktívvá tesszük, vagy beállítjuk időzítésre. Tehát különféle borsot tudunk törni esetleg a társunk orra alá, hogyha ketten vagytok otthon, és a társatok repül valamit, akkor beállítotok neki egy generátor meghibásodást 30 perc múlva, és letesztelhetitek a tudását, hogy hogyan tudja ezt ő elhárítani. Szerintem ez tök jó. De ha magatokban vagytok, akkor csak simán random failure-t állítotok, és akkor véletlenszerű meghibásodásokat dob fel a gép. Ha szintén rendszer specifikusak akartok lenni, mondjuk APU, akkor az APU-t is tudjátok, hogy csak az APU-t tudjátok szervizelni. Nézzétek csak. Next service 500 óra múlva. Érdekes. Nézzük automatic, nézzük doors. Maintenance. Next service 5000 óra múlva. Tehát ez azt jelenti, hogy az ajtók azok nagyon-nagyon ritkán hibásodnak meg szerintem, mivel 5000 óra a service intervalluma. Ez viszont így érdekes, nem? Tehát engine, maintenance, 500 óra. Tehát innen is meg lehet nézni, hogy hydraulics, nézzük csak, 600 óra. Tehát innen is meg lehet nézni, hogy melyik rendszer hajlamosabb a hibára, hogy kikeresitek, hogy milyen időközönként kell őket szervizelni. De mint mondtam, nem muszáj rámenni itt a specifikusan a rendszerre, vagy kifejezetten egy rendszerre, hanem azt csináljátok, hogy failures, all system, és maintenance, és akkor a teljes rendszert szervizelitek. És szerintem, ha az rendszeresen van szervizelve, akkor kevesebb hiba lehetőség adódhat. Na de nézzük meg azt, hogy mit tehetünk meghibásodás esetén. Mit tehetünk akkor, hogyha a meghibásodás minket a levegőben ért, mondjuk egy ajtó, egy hidraulika rendszer meghibásodása, ilyen esetben mit tudunk csinálni? Tehát a PMDG manuálja azt mondja, hogy ilyen esetben lapozzuk fel a QRH,
vagyis a Quick Reference Handbookot. Na most, ezzel az a probléma, hogy a Quick Reference Handbookot a PMDG nem adja a manuálhoz, ezért kerestem nektek egyet, nézzük is meg. Tehát ez itt a Quick Reference Handbook a PMDG 737-es gépcsaládhoz. Itt benne van lényegében itt az első oldalon, hogy Quick Action Index, mindenféle sűrűbben bekövetkező hiba, és utána vannak a különféle nyalánkságok, mindenféle hiba, minden hibát meg tudtok itt találni, és ez különösképpen nem okoz nehézséget használni. Engine overheat, tehát van egy ilyen hiba üzenetetek a gépen, egy master caution, hogy engine overheat, mit csináltok? 8,5, vagy 8.5, gyorsan, hol járunk? 6.5, 8.5, engine overheat, condition, an overheat is detected in the engine. Tehát mi a tényállás? Túlmelegedés detektáltak a hajtóműben, vagy detektálva van a hajtóműben. 1-es, 2-es. Mi a teendő? Autothrottle, ha be van kapcsolva, kapcsoljuk ki. 2-es, thrust lever, affected engine, tehát a thrust lever, tehát a gázkart, annak a hajtóműnek a gázkarát húzzuk le, amelyik túl van melegedve. Először is konfirmáljuk, megerősítjük, hogy a 2-es hajtómű van túlmelegedve, megfogjuk a 2-es gázkart, és szépen lehúzzuk teljesen alapjáratba. 3-as, if the engine overheat light stays illuminated, tehát hogyha az engine overheat lámpa még mindig világít, akkor go to the engine fire or engine severe damage or separation checklist on a page 8.2. Tehát, ha a lámpa nem alszik el, akkor menjünk a hajtómű tűzrészlegre, vagy a hajtómű súlyos meghibásodása részlegre, vagy a separation checklist, tehát ha levált esetleg a hajtómű. Nézzük csak meg kíváncsiságból. 8.4, 8.2. Engine fire or engine severe damage or separation. És akkor itt írja a további teendőket, hogy mi a teendőnk ilyen esetben. Hát ilyen azért ne történjen velünk. Na de mint mondom, ez a kis checklist, ez a Quick Reference Handbook, ez nagyon-nagyon hasznos lesz mindenki számára. APU fire 8.1, gyorsan nézzük meg, engem is érdekel. 8.4, 8.2, 8.1. Tehát APU fire. Mi a tényállás? Fire is detected in the APU. Tehát tűz észlelése az APU-ban. Első teendőnk APU fire switch, confirm, tehát megbizonyosodunk róla, hogy az az APU fire kapcsolója, vagyis a tűz kapcsolója, nem pedig az egyes hajtóművé, vagy másiké. Meghúzzuk, elfordítjuk, amíg megakad, és egy másodpercig úgy tartjuk. 2-es, APU switch off. Tehát ez nem az APU fire switch, ez az APU switch. 3-as, choose one, tehát 3-as, válasz egyet. APU fire switch extinguished. Tehát APU tűzkapcsoló már nem világít, kialudt. APU fire switch stays illuminated. Tehát ha az APU fire switch továbbra is világít, akkor menjünk a 4-es lépésre, ami itt van. Plan to land at the nearest suitable airport. Tehát tervezd meg a leszállást a legközelebbi repülőtérre. Tehát ennyire jó. Én szerintem kellett volna egy ilyet írni a PMDG-nek, de mondjuk ezt netről be lehet szerezni. Nagyon hasznosnak találom ezt, és fogom is használni, mert tényleg akármilyen hiba léphet fel, hát a legtöbb ember azt csinálja, hogy ó, basszus, abba kell hagynom a repülést, Alt F4, és kilépett a szimulátorból, és nem tanul belőle,
nem tudja, hogy ezeket hogyan kell elhárítani, holott egy pofon egyszerű. Én ezt a dokumentumot, ezt belinkelem a leírásba, 452 oldal, de hát ez nem egy olyan olvasmány, hogy elejétől a végéig elolvasod, ez csupán referencia kézikönyv. Tehát itt csak bele-bele csípkedsz témákba, például ha van különféle meghibásodásod. 452 oldal. Tehát ezt nyugodtan letölthetitek, és használhatjátok. A Discord csatornán számoljatok be majd meghibásodásokról, és számoljatok be nekem arról is, ha tudtok, ha esetleg van ilyen meghibásodása valakinek, hogy hogyan ment ez a Quick Reference Handbook használata. Tehát, hogy mennyiben segített, mert szerintem én biztos, hogy magammal viszem minden egyes útra most már. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, írjatok majd véleményt, hogy nektek is fennáll ez a hiba, kikapcsolt hiba lehetőségnél, tehát, hogy jönnek be hibák. Aztán használjátok egészséggel a Quick Reference Handbookot, tényleg szerintem nagyon-nagyon hasznos, és tényleg úgy tudtok most már üzemeltetni majd egy gépet, akár mint a való életben, és végre a kitérő reptereknek is lesz haszna, meg hát ott lesznek a döntések, hogy milyen hibánál fogtok visszafordulni. További kellemes napot, estét vagy reggelt, sziasztok, találkozunk legközelebb!